meséljük most, hogy miről is szól valójában a húsvét. Milyen ünnep is volt ez? Páska ünnep. A Páska ünnep. Miről is szólt ez a Páska ünnep? Meg kellett ölni egy bárányt. Meg kellett ölni egy bárányt, és mit kellett csinálni vele? És rá kellett kenni a vérét az ajtófélfára. Igen, rá kellett kenni a vérét az ajtófélfára, és akkor tudta az angyal, hogy aki abban a házban van, őket nem kell bántani, mert ő Isten népe. Ugye? Így szabadította ki Isten, Izrael az egyiptomi fogságból. Készült Jézus is, és a 12 tanítványa is erre a Páska ünnepre. Leültek ők is vacsorázni. Ez volt a... milyen vacsora? Páska vacsora. A Páska vacsora, az utolsó vacsora. Ők is ették a bárányt, és ettek kenyeret, és ittak bort. A kenyér mit jel képez? Jézusnak a teste. Jézusnak a teste. A bor mit jel képez? Jézusnak a vére. Jézusnak a vére. Jézus felemelte a kenyeret, felemelte, megtörte, és azt mondta, hogy ez az én testem, amely ti értetek töretik meg. Erre emlékezzetek. Oda ment, és emlékezzetek a bűnöknek bocsánatára.